A főszezon a strandok számára véget ért, így a hajdúszoboszlói Hungaroszpa strandfürdőben is, de vendégek még bőven vannak a városban. Ebben az időszakban elsősorban már az idősebb korosztály pihenteti, kúrája szervezetét a gyógymedencékben, kezeléseken. A hajdúszoboszlói strandfürdőben még fényesen csillog a feszített víztükör. A hűvösebb hullámok már nem annyira csábítják a fürdőzőket, de a melegvízű gyógymedencékben még kellemesen el lehet nyújtózni, élvezve a gyógyító, masszírozó hatású pezsgőbuborékokat. A vendégeiket a szezon végével is várják még. Az idén 90 éves Hungaroszpa hajdúszoboszlói ZRT és fürdőkomplexuma. Rengeteg programmal várta most ennek alkalmából vendégeinket, és a fürdőzés élményét sok-sok rendezvényel és koncerttel egészítettük ki, de szeptember 30-ig várjuk még a vendégeinket ide a strandunkra, és az akvaparkunkban is most egészen 17-ig tudnak egy akció keretében fürdőzni a csobbanni vágyok, méghozzá ugye 4 órán keresztül csúszdázhatnak a 2 órás jegy áráért, úgyhogy még aki ki szeretné próbálni a 15 élménycsúszdát, azt nagyon-nagyon várjuk szeretettel. Bár még a hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre, a nyarat a tapasztalt tömeg alapján így is lehet értékelni. Nagyon jó volt a nyár, az eddigi fürdőszolgáltatások elérte a 1,5 millió vendégszámot, úgyhogy nagyon örülünk, de még ugye nincs vége a szezonnak, még várjuk a további vendégeket, a további eredményeket, és ugye a jó időt is várjuk, és nagyon örülünk annak, hogy idén már második alkalommal az országos évfürdője szavazáson a vendégértékelések alapján mi nyerhettük, és ezt mi kaphattuk meg az évfürdője díjat. De ennek a mostani eredmények nagyon-nagyon örülünk, elégedettek vagyunk, de nem dőlhetünk hátra, hiszen további években is olyan tervekkel fogunk készülni vendégeinknek, amivel majd egy szélesebb, még szélesebb szolgáltatás kínálatot tudunk nyújtani. Vendégösszetétel szempontjából is jól áttekinthető, kik is keresik fel a fürdővárost leginkább. Hál' Istennek minden korosztály megtalálja nálunk azt a szolgáltatást és azt az élményt, amivel ugye a szórakozása teljes maximálisan ugye ki van elégítve. De elmondhatom azt, hogy ugye belföldi vendégek vannak még túlnyomóan többségben, főleg nyáron ugye a strandfürdőben, de nagyon örülünk annak, hogy minden évben több országból, főleg a szomszédos országokban látogatnak el hozzánk, és egyre jobban érdeklődnek a fürdőszolgáltatásaink iránt. Úgyhogy ez az, ami még nagyon pozitív, hogy nagyon sok kisgyermekes családos vendég látogat el hozzánk évről évre, egyre többen, úgyhogy az ő részükre már most nyáron a strandon átadtunk egy új játszóteret, és a jövő évben pedig tervezünk 2 új gyermekmedencének a kialakítását is a strandfürdőben, úgyhogy már még 2 új medencével fogjuk bővíteni a szolgáltatásunkat a strandfürdőben. A nyári forró hónapok véget értek, így az utószezonban még a fürdődolgozói is fellélegezhetnek, pihenhetnek egy kicsit. Azt mondhatom, hogy mindig 100%-os kapacitással dolgoznak a nálunk lévő munkavállalóink, munkatársaink, de ilyenkor azért egy kicsit enyhébb lesz a vendégforgalom, és ilyenkor több idő van mindenkinek elmenni pihenni, szabadságra menni, még egy kicsit így az indián nyárban élvezni a napsütést és a jó időt. Persze, ne felejtsék el, hogy a hűvösebb napok beköszönésével a gyógyfürdő és a fedett élményfürdő változatlanul várja vendégeit.